Zalaszentgrót után Kisvárdán is gyárat üzemeltet jövő évtől a Burgony Gasztronomi Kft. Hazánkban. A Szabolcs megyei településen 100%-ban exportra készítenek majd termékeket, amelynek elsődleges piaca Franciaország lesz. A 6,5 milliárd forintból épülő gyárban élő éticsiga és fagyasztott tészta termékek készülnek majd. A fagyasztott tésztafélék felhasználása az utóbbi években Magyarországon is rendkívül népszerű lett, ezzel a termékcsaláddal tehát nem mondok önöknek különösebb újdonságot. Bizonyára sokan nem ismerik azonban, hogy az előbbi iparágnak, a csigafeldolgozásnak viszont komoly múltja van hazánkban. Ha találomra megkérdeznek önök közül valakit, kóstolta-e már, tudja-e milyen az íze a csigának, bizonyára zavarba jönnének, és a válaszuk nem lenne. Amíg más tájain a világnak, például Franciaországban az egyik legkeresettebb ingyenségek közé sorolják az előfőzött, pácolt, fűszeres vajjal ízesített, saját házában visszatöltött burgundi ízlés szerint elkészített éticsigát, a Magyarországon is sokak által a természetben gyűjtött csiga fogyasztása szinte ismeretlen nálunk. A kisvárdai fejlesztés egy új irányt mutat a jövő, a kiválóság és a külföldi piac felé. Ezt a település polgármestere Leleszi Tibor emelte ki a rendezvényen. A 12.000 négyzetméter alapterületű élelmiszeripari létesítmény a legkorszerűbb technológiát alkalmazza majd. Magyarország erős és szilárd ország, ez bizonyítja az is, hogy ennek a régiónak is folyamatosan nő a versenyképessége, amelynek egyaránt szereplői a magyar és külföldi befektetők, közölte a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. A Burgony Gasztronomi Kft. Értékteremtő, munkahelyteremtő vállalkozás. Az új gyár Kisvárda életének szerves része lesz, 300 új munkahelyet teremt a régióban, a fejlesztéssel a megye gazdasági szempontból is nyer. Büszkék vagyunk, hogy egy olyan cég választotta Kisvárdát, amely több évtizedes tapasztalattal és nagy szakértelemmel rendelkezik, valamint a magas minőség és folyamatos innováció iránti elközelettségéről is ismert. Az alapkő elhelyezése után elkezdődik az építkezés, amelyet a tervek szerint 2018. júniusában fejeznek be a Szabolcs megyei településen.